Oké, akkor folytassuk. Ki következik? Akkor Zsolti következik. 13., ugye? 13. vers. Most megmagyarázom a megismerhetőt, melynek ismeretével megízlelheted az örökké valóságot. Brahman a kezdet nélkül, és nekem alá rendelt lélek túl van az anyag világ ok és okozat törvénye. Oké. Tehát, hogy a lélek az túl van az anyagi világon, nem keveredik az anyagi világgal, de mégis úgy tűnik, mintha a lélekre hatással lenne az anyagi világ. Miért tűnik úgy, hogy a lélek hatással, lélekre hatással van az anyagi világ? Hamis ego miatt, hogy azonosítja magát. Hamis ego miatt azonosítja magát. Aha. Be van zárva az anyagi testbe, vagy azt gondolja, hogy be van zárva az anyagi testbe. Ugye kicsit olyan a lélek úgy látja az anyagi világot, mint amikor, hogyha vesztek egy telefont, és ugye ott van a kamera funkció. És hogyha nézzük a kamerán keresztül a körülöttünk lévő szobát, vagy a világot, akkor ugye arra a képre hatással tudnak lenni dolgok. Például lehet rá ilyen filtereket tenni, ugye, hogy teszel egy ilyen nyuszifül filtert, és akkor bárki van a képen, akkor nyuszifüle van. De igazából a valóságban az nincs ott, de a kamerában az ott van. Pontosan ugyanúgy, mert a hamis ego azt képezi a kapcsolatot az anyagi világ és a lélek között. És ugyan ez a kamera funkció, hogyha ezt a példát vesszük, akkor amire hatással van az anyagi világ, az a kamera funkció, az a hamis egóra van hatással, de a lélekre nincs. Tehát, hogy eredetileg akiket nézel a kamerában, nekik nincs nyuszifülük, de ott látod, ami a képernyőn van, ott van. Ugyanígy a lélekre nincs hatással az anyagi energia. De arra a képre, ami hat a lélekre, vagy nem a lélekre, amit a lélek gondol magáról, hogy ő, arra viszont hatással van az anyagi világ. És a léleknek meg kell tanulnia, elkülönülni ettől, hogy én nem az vagyok. És amikor el tud különülni ettől, akkor szabad. Akkor mindegy, hogy ott van nyuszifül, vagy nincs nyuszifül, vagy milyen filter van rajta, rá az nincs hatással. De amikor ő azt gondolja, hogy én az vagyok, akinek ott a nyuszifül a fején, akkor elkezdi vele azonosítani magát. Jó, ehhez kérdés? Tehát ugye a hamis ego az eleve egy torz felfogás, hogy valami mást gondolok magamról, mint aki vagyok valójában. És ugye már most gyakoroljuk az eredeti identitásunkat, hogy én lélek vagyok, Krisna szolgája vagyok, de ez az elején még egy elméleti megértés, nem egy gyakorlati megvalósítás. És amilyen mértékben egyrészt énekeljük a Hare Krishna mantrát, meg gyakoroljuk az odaadó szolgálatot, és ezt próbáljuk ezt a mindennapi életben alkalmazni, hogy amikor végzem a szolgálatomat, akkor próbálom tudatosítani, hogy én lélek vagyok, Krisna szolgája. És amikor ezzel a hangulattal végzem a szolgálatomat, akkor tapasztalom, hogy itt sokkal jobb tapasztalatom lesz a szolgálatból. Vagy amikor ezzel a hangulattal éneklem a Szent Nevet, akkor sokkal, sokkal jobban tudom hallani a Szent Nevet, sokkal jobb élményem lesz a Szent Név énekléséből. Tehát, hogy ezt kell gyakorolni, és amikor gyakoroljuk, akkor egy idő után teljesen ez a hamis ego elolvad.
hogy akkor nem kell, hogy ott legyen. Mert akkor meg... Igen, mert ez a hamis ego, ez nem valóságos. Ez igazából azért kell a hamis ego, mert kiléptünk az eredeti azonosságunkból. Ugye, amikor valaki játszik egy számítógépes játékkal, ott a számítógépes játékban neki van egy azonossága, hogy ki ő abban a játékban. És azon az azonosságon keresztül létezik abban a játékban. De hogyha akar, kilép abból az azonosságból, és akkor a mindennapi életben csinálja a dolgait. De mi annyira bele merültünk ebbe a háromdimenziós valóságba, ebbe a háromdimenziós játékba, hogy elfeledkeztünk arról, hogy ki vagyunk valójában. De a jó dolog, hogy ebbe a játékba belelép Chaitanya Mahaprabhu, és emlékeztet bennünket belülről, hogy figyelj, te nem ide tartozol. Figyelj, te örökké való lélek vagy. Te Krishna szolgája vagy. És akkor elkezd bederengeni valami fény, hogy akkor oké, tényleg ez nem én vagyok, hanem ez igazából ez a hamis azonosításom. És amikor ezt sikerül teljes mértékben elsajátítani, akkor megint szabadok vagyunk, mert nem kell, hogy lekötve legyünk. És akkor teljesen más lesz a tapasztalat. Mert azért tapasztalunk fájdalmat, azért félünk a haláltól. Ugye erről már beszéltünk többször, hogy a lélek az halhatatlan, és a test az most se él. Csak azért látszik élőnek, mert benne van a lélek. Kitapasztalja a fájdalmat, kitapasztalja a halálfélelmet, a hamis ego. És amilyen mértékben a hamis ego le van csökkentve, akkor olyan mértékben felszabadulunk ezektől a fájdalmaktól, vagy a félelmektől. Hogyha nagyon erős még a halálfélelem, nagyon erős még a fájdalom, az azt jelenti, hogy még olyan mértékben erős a hamis ego. De amikor ezt le tudjuk csökkenteni a gyakorlatok által, a tudatosítás által, akkor nem kell, hogy ez annyira zavarjon bennünket, mert mi örökkévaló lelkek vagyunk, nincs kapcsolatunk az anyagi energiával. És a kapcsolat a hamis egón keresztül van, és amennyire a hamis egó le van csökkentve, akkor ez a kapcsolat annyival le van csökkentve. És akkor annál kevesebb dolog zavar bennünket. De nyilván, hogy ez egy idő, míg ez történik, nem egyik napról a másikra, de ezt gyakoroljuk. És minél jobban gyakoroljuk, és minél tudatosabbak vagyunk arról, hogy hova akarunk eljutni ezzel, akkor olyan mértékben, akkor ezt mi is meg tudjuk valósítani. Ez így jó? Igen, köszönöm. Jó. Zsolti? Most az jutott így erre eszembe, hogy mondjuk így, milyen összefüggés van, hogy az anyagi azonosítás, meg az anyagi ragaszkodás között milyen kapcsolat összefüggés. Erről tudnál beszélni? Hát természetesen van, mert ahhoz, attól függően, hogy én hogyan azonosítom magam, akkor ahhoz kapcsolódnak a ragaszkodások. Ugye, hogyha valaki magyarként azonosítja magát, akkor számára Petőfi Sándor akkor jelent valamit. Hogyha valaki osztrákként azonosítja magát, akkor számára Petőfi Sándor nem olyan sok mindent jelent. Tehát, hogy az azonosításhoz kapcsolódnak ragaszkodások. Ugye, hogyha valaki, nem tudom, nőként azonosítja magát, akkor másfajta ragaszkodásai vannak, mint amikor férfiként azonosítja magát. Hogyha valaki, nem tudom, egy szakmával azonosítja magát, akkor ahhoz a szakmához kapcsolódó ragaszkodások befolyásolni fogják őket. Ugye például, hogyha valaki festő, akkor nem mindegy, hogy milyen festékkel fest, milyen ecsettel fest, azon belül is vannak márkák, de hogyha valaki nem fest, akkor mindegy. De hogyha valaki fest, akkor ezek nem mindegy, hogy akkor milyen, mivel fest. Tehát, hogy természetesen az azonosság
és a ragaszkodások azok kapcsolódnak egymáshoz, mert ahhoz van. A azonossághoz kapcsolódik egyfajta gondolkodásmód, egyfajta ragaszkodás skála. És amikor kilépünk abból az azonosságból, akkor ki tudunk lépni azokból a gondolkodási mintákból, vagy azokból a ragaszkodásokból. Sokkal könnyebben, mint hogyha egyenként próbáljuk megoldani a ragaszkodásokat, ki kell lépni abból az azonosságból. Az sem olyan könnyű, de az még a legkönnyebb. Hát akkor ebből az alapjához, tehát abból jön az azonosításból jön a ragaszkodás. Mert ha nincs az azonosítás, akkor nincs a ragaszkodás. Ugye, hogyha valaki, nem tudom, Barcelona drukker, akkor ahhoz kapcsolódnak ragaszkodások. Ha valaki nem Barcelona drukker, nincs az az azonosítása, akkor a ragaszkodások már nincsenek ott. Jó? Köszönöm szépen. Jó, olvassuk tovább. Szintia. Köszönjük Istenből, szemei, fejei és arcai mindenhová elérnek, s fülei mindenhol jelen vannak. Átadva mindent, így létezik a felső lélek. Ugye akkor most elkezd beszélni Krisna a felső lélekről, hogy mindenhol ott van, fülei, szemei, fejei. Ugye a felső lélek mindenkinek az érzékein keresztül tud látni. A ti érzékeiten keresztül, amit ti érzékeltek, ő is érzékeli. És nem csak a ti érzékeiteken keresztül, hanem mindenkinek az érzékein keresztül. Amellett, hogy neki vannak saját érzékei. Tehát, hogy mindenhol ott van, mindent áthatva létezik a felsőleg, tehát, hogy mindenhol jelen van. Olvassuk a következőt is. Szintén olvasok. A felső lélek az eredeti forrása minden érzéknek, ám mégis érzékek nélkül. Ő nem kötődik semmihez, noha ő minden lény fenntartója. A természet kötőerői fölött áll, s az anyagi természet valamennyi kötőereinek mestere. Uh-huh. Ugye minden eredeti forrása minden érzéknek, ő mégis érzékek nélküli. Ez azt jelenti, hogy neki nincsenek anyagi érzékei, mert neki lelki érzékei vannak. Ugye van, amikor így ábrázolják Krisnát, hogy akkor neki nincsenek lábai, kezei, az azt jelenti, hogy nincsenek anyagi lábai, vagy anyagi kezei, vagy anyagi érzékei, mert neki transzcendentális érzékei vannak, neki lelki érzékei vannak, de ő a forrása minden érzéknek. Ugye nekünk azért lehetnek érzékeink, mert neki vannak érzékei, transzcendentális érzékei. Ugye volt a Vedanta klubban, azt hiszem, Janival beszélgettünk, hogy neki furcsa volt, hogy a Istennek van személyisége. És próbáltam neki mondani, hogy nekünk azért van személyiségünk, mert neki van személyisége. Csak nekünk egy korlátozott a személyiségünk, neki pedig korlátok nélkül a személyisége. Hogyha nekünk van személyiségünk, és neki nem lenne, az azt jelenti, hogy mi valamilyen szempontból többek lennénk nála. Tehát, hogy neki van minden, csak nem olyan minőségű, mint ami nekünk van. Mondja, hogyha egy kisgyereknek van egy Ferrari matchboxja, és akkor apukájának van egy igazi Ferrari-ja, akkor lehet mondani, hogy mondja a kisfiú, hogy papa, neked nincs ilyen matchboxod, mint nekem van. Oké, de neki van az eredeti kocsi. És az eredeti kocsival több mindent lehet csinálni, mint egy matchbox-szal. Ugyanúgy a mi érzékeinkkel lehet valamit csinálni, de a transzcendentális érzékekkel sokkal több mindent lehet csinálni. És amikor valaki azt mondja itt az első, hogy neki érzékek nélkülének mondják, az azt jelenti, hogy neki nem olyan érzékei vannak, mint nekünk, hanem neki transzcendentális érzékei vannak. Ő minden lény fenntartója. Ugye Krisna fenntartója mindenkinek, és ugye mi azt gondoljuk, hogy a mi munkánk lát el bennünket, vagy a mi intelligenciánk, de igazából Krisna lát el bennünket a munkánkon keresztül, és amikor valaki úgy dönt, hogy egy másik munkát végez, akkor Krisna azon keresztül, a munkán keresztül fogja fenntartani.
ő mindenkinek a fenntartó. És amikor valaki ezt elfogadja, és ez szerint él, akkor nem fog félni. Mert Krisna el fog tartani bennünket. Vagy így, vagy úgy, ezen a forráson keresztül, azon a forráson keresztül, de hogyha valaki azt gondolja, hogy én vagyok a saját fenntartóm, vagy a főnököm tart el engem, vagy Orbán Viktor tart el engem, akkor mindig lesz aggodalom. És ő a természet kötőjé fölött áll, a természet kötőjének, valamennyi kötőjének mestere, ugye ő irányít itt mindent. Jó, olvassuk tovább, 16-os. A legfelsőbb igazság minden élő lényen, mozgón és mozdulatlanul kívül is belül egyaránt létezik. Ő megfoghatatlan, ezért az anyagi érzékek szemmel láthatatlan és megismerhetetlen. Bár nagyon-nagyon távol van, mégis közel van mindenkihez. Ugye kívül és belül egyaránt létezik. Tehát, hogy kívül létezik, belül létezik. Felfoghatatlan az anyagi érzékek számára, láthatatlan és megismerhetetlen, már nagyon-nagyon távol van, mégis közel van mindenkihez. Ugye ezek ilyen ellentéteknek tűnnek, hogy távol van és közel, belül van és kívül van, tehát hogy nagyon felfoghatatlan egy szempontból, egy másik szempontból pedig nagyon közel van, mert mindent ő hat át, mindent ő irányít. És amikor ugye reggel imádkozunk Nisimha Dévnél. Itó Nisimho, Parató Nisimho. Nisimha Dév itt van, Nisimha Dév ott van. Bahir Nisimho, kívül ott van Nisimha Dév, belül ott van Nisimha Dév. Yato Yato Yamitato Nisimho, bárhova megyünk, ott van Nisimha Dév. Tehát, hogyha valaki ebbe belegondol, hogy Nisimha Dév kívül van, belül van, bárhova megyek, ott van, és hogyha erről tudatos vagyok, akkor nem kell sehol félnem. De hogyha azt gondolom, hogy Nisimha Dév csak ott a templomban van jelen, akkor kilépek a templomból, akkor már mindjárt akkor védelem nélkül vagyok. De hogyha ezt ugye belemegyünk ebbe a mantrának a jelentésébe, hogy ő kint is van, belül is van. Ugye belül van, ott van a szívembe is. És akkor, hogyha szeretnénk, akkor mededéket nyújt a belső ellenségektől. Kégy, mohóság, büszkeség. De ő kívül is van, és hogyha valami kívül van valami probléma, attól is meg tud védeni bennünket. Ugye volt egy sztori, amikor azt hiszem Dél-Afrikában volt, hogy egy kisgyerek, aki bakta volt, és akkor elütötte egy autó, és akkor hatalmasat repült, és akkor nem lett utána semmi baja. És akkor nem értették, hogy miért nem lett semmi baja. És akkor a kisgyerek csak mondta, hogy Nisimha Dév elkapott. És akkor ugye hatalmas, képzeljétek el, elrepült nagyon messzire, és nem történt semmi baja. Tehát, hogy egy pár karcoláson kívül semmi baja nem történt. Nisimha Dév megvédte. És van egy csomó ilyen történet, hogy amikor Krisna megvédi a baktákat, ugye megvédte Prahlád Maharádzsot, habár ő igazából nagyon tesztes körülmények közé volt rakva, képzeljétek, berakták forró olajba, berakták kígyók közé, mérges kígyók közé, az elefántok lábai alá, de nem történt fel semmi, mert Krisna megvédelmezte. Jó, valakinek ehhez kérdés? Olvassuk tovább. 17-es. Még a felső lélek látszólag megosztik az élő lények között, valójában sohasem felosztott. Ő mindig egy. Ő a fenntartója valamennyi élő lénynek. Mégis tudni kell róla, hogy ő az, aki elpusztítja és megteremti mindegyiküket. Uh-huh. Ugye ő... Sokszor kérdezik, hogy mindenkinek van egy egyéni felső lelke, vagy ugyanaz a felső lelke mindenkinek. Igazából egy felső lelk van, de ez az egy felső lelk tükröződik mindenkinek a szívében. Ugye ugyanúgy, mintha süt a nap, és kirakunk mondjuk két vödör vizet, és a nap mind a kettőn tükröződik. Akkor az két külön nap, vagy ugyanaz a nap, ami
Ugye ez ugyanaz a nap, csak a más és más vödörbe tükröződik. Ugyanúgy a felsőleg ott van mindenkinek a szívébe, és a mi szívünkbe tükröződik, ott van, és akkor a mi egyéni helyzetünkre ad tanácsokat, hogy mi, nekünk mit kéne csinálnunk. Aztán, hogy mennyire hallgatunk rá, vagy nem hallgatunk rá, az a mi döntésünk. Ugye erről írt egy könyvet Isvara Krisna Prabhu, meg Bhagavat Priya Prabhu, a természeti gúja címmel. Honnan tudják az állatok, hogy mit kell csinálniuk? Ugye, hogyha belegondol valaki ebbe, hogy honnan tudják, hogy hol találják az élelmiszerüket, nem jártak iskolába, tanfolyamokra, hogy akkor megtudják, hogy akkor mit kell csinálni, és mégis tudják. És van, amikor olyan bonyolult fészkeket építenek, nem is tudom melyik, van egy madár, ami ilyen nagyon komoly fészket épít, elfelejtettem a nevét, ilyen komoly, ilyen mestermű. Honnan tudja az a kis madár, hogy hogy kell? Most képzeljétek el, hogy nektek kéne egy olyan fészket csinálni, fűszálakból, ami megáll a fán, és nem esik szét, ugye nem biztos, hogy tudnánk olyat csinálni. De ez a kis madár meg tud olyat csinálni. Honnan tudja, hogy hogy kell azt csinálni? Azért már a felsőleg ott van a szívében, és akkor a felsőleg irányítja. Tehát, hogy mindenkinek megadja azt az intelligenciát, hogy azt a képességet, ami neki kell ahhoz, hogy tudjon létezni. És ezt mind a felsőleg adja, és akkor itt mondja, hogy, hogy megteremti, fenntartja, és elpusztít mindenkit. És igazából ugye van egy másik vers a Bhágavatamban, hogy Krishna az apán és az anyán keresztül megteremti az élőlényeknek a testét, a királyokon, államelnökön keresztül fenntartja, és az ügynökeink keresztül, például a kígyókon keresztül pedig elpusztítja. És akkor ugye valakinek lehet része ebbe az emberi tapasztalatba, mert igazából mi nem emberek vagyunk, akik próbálnak lelki tapasztalatra szert tenni, hanem lelkek vagyunk, akik benne vannak az emberi tapasztalatban, hogy milyen emberként élni itt a világban. De mi lelkek vagyunk, és van ez az emberi tapasztalatunk, és igazából most próbálunk visszamenni, hogy milyen lélekként tapasztalatra szert tenni. Mert az emberi tapasztalat, arról már van egy kis tapasztalatotok. Jó, olvassuk tovább, ki következik? Jóti. 18. Ő a fény forrás minden fénylő testben, túl van az anyag sötétsége, és megnyilvánulatlan. Ő a tudás tárgya és a tudás célja. Mindenki szívében jelen van. Ugye mindenkinek ő a forrása, a fény forrása minden fénylő testben. Ugye a felső lelket úgy is hívják, hogy Kshirodakasayi Visnu. Ugye van három Visnu. Az első Visnut úgy hívják, hogy Karanodakasayi Visnu, vagy Mahávisnu. Ő az egész anyagi teremtésnek a felső lelke. És az ő pórusaiból áradnak ki az univerzumok. És utána Mahávisnu belép minden egyes univerzumba, és akkor megteremti az Úr Brahmát, az ő köldökéből hajt ki a lótuszvirág, abban ott vannak a bolygórendszerek magjai, és a lótuszon megszületik az Úr Brahmá. És Garbhodakasayi Visnu, ő az univerzumnak a felső lelke, és ez a Garbhodakasayi Visnu megnyilvánul Kshirodakasayi Visnuként, és behatol minden egyes élőlény szívébe és minden atomba. Az atomok csak azért tudnak kombinálódni a két hidrogénatom az oxigénatommal, mert belelép Kshirodakasayi Visnu. Tehát, hogy a Kshirodakasayi Visnu az egyéni lelkeknek a felső lelke, Garbhodakasayi Visnu az univerzum felső lelke, és Mahávisnu az egész anyagi teremtésnek a felső lelke. És akkor ők irányítják, ugye ezt a felső lelket hívják az Úrnak az immanens aspektusának, aki behatol az anyagi világba. És a Bhagaván formája Krisnának, az pedig, aki a lelki világba végzi a keftelését. De Krisna mindenhol ott van. Az anyagi világban, a lelki világban, ott van minden egyes atomba,
minden egyes élőlény szívébe. Tehát igazából, amit a legjobban lehetne látni az anyagi teremtésben, az Krisna. Ott van minden atomban. Hány atom van az anyagi teremtésben, Zsolti? Megszámoltad? Még nem jutott a végén. Elég sok van. Ott van minden egyes élőlény szívében. Bármi, amit látunk, aminek van valamilyen tulajdonsága, az tőle származik. Tehát amikor valaki Krisna tudatos, akkor tudja látni mindenhol Krisnát. Amikor valaki nem, akkor meg sehol se tudja látni Krisnát. Ezért van a templom, hogy akkor legalább valahol kezdjük el látni Krisnát, hogy ott van a templomban. És akkor látjuk, hogy akkor ott van a Szent nevében, ott van a praszádomban. És akkor így egyre jobban és jobban erősödik a Krisna tudatunk, de ő mindennek a forrása. Ő a tudás tárgya, a tudás célja. Jó, olvassuk tovább, Szintia 19. Röviden beszéltem hát a tettek mezéjéről, a tudásról, valamint a tudás tárgyáról. Teljességében csak baktáim érhetik meg ezt, s így elérhetik az én természetem. Krisna itt összegzi, ugye a tudás tárgya, a lélek, a felső lélek, a körülöttünk lévő világ, amiről tudni lehet, és akkor tudja ezt valaki teljességében megérteni, hogyha bakta, az azt jelenti, hogyha elfogadja, hogy létezik egy legfelsőbb személy, aki mindennek a forrása. Pont most ezen a héten beszéltünk a Námahata programon, hogy igazából az összes filozófiát be lehet sorolni két csoportba. Az egyik csoport azt mondja, hogy mindennek az eredete egy személy, és a másik csoport azt mondja, hogy mindennek az eredete az anyag. Nincs más opció, ez a két fő opció van. Mindennek az eredete egy személy, vagy mindennek az eredete az anyag. És hogyha bármilyen filozófiát néztek, vagy hallottok róla, oké, ez a filozófia mit mond, hogy a forrás az egy személy, vagy a forrás az az anyag. Mert hogyha azt mondja az a filozófia, hogy a forrás az az anyag, akkor meg kell kérdezni, hogy az anyag hogy képes felépíteni saját magát. Ugye azt mondja az ősrobbanás elmélet is, hogy az univerzum a kezdetekkor felépítette saját magát a semmiből. Ez a Paribasa szutrája Stephen Hawkingnak. De a lényeg ennek az, hogy az anyag felépíti saját magát. De amit meg mi látunk, hogy az anyag az nem építi fel saját magát. Hogyha az anyag magára van hagyva, az entrópia törvény, hogy az kezd minden lebomlani, leépülni. Tehát, hogy igazából, amikor valaki elfogadja, hogy az anyag felépíti saját magát, akkor nem néz szét a világba. Vagy nem akar szétnézni, hogy látja, hogy amikor az anyag akkor mozog, hogyha mozgatva van emberek által, személyek által. És lehet mondani, hogy ó, fúj a szél, nincsenek mögötte személyek. Vannak mögötte személyek, csak mi nem látjuk. A nap mögött vannak személyek, minden mögött, az eső mögött vannak személyek. Tehát, hogy minden személyek irányítanak. És amikor valaki ezt nem akarja elfogadni, hogy nem akarja elfogadni a felsőbb rendű személyiségeket, az istenség személyiségét, vagy a félisteneket, tudjátok, hogy miért van? Mert ő akar a legfelül lenni, hogy fölöttem már nincsenek személyek. Nincsenek félistenek, nincs az istenség személyisége, tehát én azt csinálok, amit én akarok. Mert nincsen egy döntő hatalom fölöttem. És azért kell, hogy az anyag fölépítse saját magát, mert nem lehet, hogy rajtam fölöttem álló személyiségek vannak, mert én vagyok a legfelsőbb. És ez van a gyökereknél. Jó, ehhez valakinek kérdés? Nincs, olvassuk tovább. Ki következik? Tudni kell, hogy az anyagi természet és az élőlények kezdet nélküliek. Változásaikat és az anyagi kötőerőket az anyagi természet hozza létre.
Az élőlények, tehát hogy a lélek is örök, kezdet nélkül, és az anyagi természet. És itt van egy ciklikusság az anyagi természetben. Hogyha olvassátok majd a Srimad Bhágavatamot, vannak az időnek kisebb és nagyobb ciklusai, lehet, hogy ebben nem megyek részletesen bele. Ugye a mi életünknek is vannak ciklusai, vannak napok, ugye vannak évszakok, vannak évek, stb. Stb. És vannak a nagyobb időknek is ciklusai, és ugyanúgy a teremtés megnyilvánul, és akkor elpusztul. Tehát, hogy a védikus időszemlélet az ciklikus, a nyugati időszemlélet az lineáris. Tehát, hogy megy egyre fejlettebb és fejlettebb, minden egyre fejlettebb, ami igazából nem igaz, mert minden inkább lefelé megy. De a ciklikus időszemlélet azt mondja, hogy minden megnyilvánul egy darabig, fennmarad, és utána elpusztul, és utána minden kezdődik előről. És ennek az anyagi természetnek a célja, hogy lehetőséget adjon arra, hogy valaki visszamenjen a lelki világba. És akkor itt behozza a kötőerőknek a fogalmát, hogy változásaikat, az anyagi kötőerőket, és az anyagi kötőerőket az anyagi természet hozza létre. Jó, olvassuk tovább. Úgy mondják, a természet az oka minden anyagi oknak és hatása. Míg az élőlény a különféle szenvedések és élvezetek okozója a világban. Na, ez mit jelent? Ezt ti magyarázzátok meg. Hogy a természete az oka minden oknak és következménynek, az élőlény a különféle szenvedések és élvezetek okozója. Ugye a vágyok miatt, nem? Azt mondtad egyszer, hogy baktaprogramon, hogy akkor így, hogy a vágy, ez tőlünk indul, és akkor ugye azért, hogy a vágyunk is van, hogy a felelősségünk, a szenvedések. Aha. Aha. De itt még azt mondja az elején, hogy a természet az oka minden anyagi oknak és következménynek. Itt vannak változások, ugye az előző vers a változásokról szólt, hogy akkor az anyagi világban vannak változások. Ugye most jön a tavasz. Ez általában ezt mindenki szereti, hogy jön a tavasz, a megújulás, megint jön a meleg, jobban fogjuk érezni magunkat a tél után. Ugye a természet az oka minden anyagi oknak és következménynek. Tehát, hogy itt van egy külsődleges változás. Míg az élőlény a különféle szenvedések és élvezetek okozója a világban. Van egy külső változás, de hogy én azt hogyan élem meg, az már rajtam függ. Ugye, hogy most kint van mondjuk 15 fok mondjuk, kb. És ez tavasznak számít. Hogyha elmegyünk Indiába, akkor a 15 fok, az télnek számít. Tehát, hogy van valami kívül, és hogy én hogyan értelmezem, az rajtam függ. Ezt a példát is már mondtam többször, hogy voltak itt májusban Vyasa Pujján vendégeink Indiából, és nem láttak még cserépkályhát. És akkor megkérdezték, hogy ez mi? Ugye Indiában úgy kevésbé kell a cserépkája. És akkor mondtuk, hogy télen ezzel szoktunk befűteni. Május volt, 25 fok. És akkor megkérdezték, hogy be lehetne fűteni, mert hogy ez a 25 fok, ez náluk ez a telet jelenti. Na, hogy egy kicsit úgy fáznak azért. Akkor mondtam Bridge Balsinak, hát akkor fűtünk, a vendégek szeretnének, és akkor befűtöttünk, lett vagy 30 fok, vagy 31. Mi nyitott ablaknál aludtunk, és a vendégek mondták, hogy úgy ez kellemes volt, mert ez pont, már nem fáztak. A 25 fokban már egy kicsit fáztak, ugye, mert hogyha valaki jön a 40 fokból, akkor a 25 fok az mínusz 15.
De hogyha innen nézzük, akkor ugye 25 fokban már azért nem szoktunk befűteni. Tehát, hogy értitek, hogy a természet az oka minden anyagi oknak és következmények, hogy mi történik kívül, az az anyagi természetem múlik. Hogy én azt hogyan értelmezem az én szempontomból, az rajtam múlik. Hogy melyik kapuban megy a gól, az ott a csapatom múlik. Hogy én ennek örülök, vagy szenvedek tőle, az meg rajtam múlik. Tehát, hogy mi történik a körülöttünk lévő világban, arra kevés behatásunk van, az a anyagi természet okozza. De hogy én hogyan élem meg azt, ami történik körülöttem, az rajtam múlik. Mert ugyanazt, ugye a 25 fokot megélhetem hidegként is, vagy melegként is. Ugye, hogyha egy eszkimó ide jönne 15 fokba, akkor mondja, hú, nálatok nagyon meleg van. Nálunk még nyáron sincs ilyen meleg. Ugye a jégkunyhóba, hogy is hívják a jégkunyhót? Van neki valami neve. Igló. Ugye kint mínusz 40 fok van, és a jégkunyhóba csak mínusz 20. Az milyen melegnek számít? Ugye? Mert a mínusz 40-hez képest a mínusz 20 fok az plusz 20 fok melegséget jelent. De hogyha nekünk kéne mínusz 20 fokban lakni, az azért hűvösnek gondolnánk. Értitek, hogy akkor minden relatív, attól függ, hogy mi azt hogyan értelmezzük. Tehát ezt jelent ez a vers, hogy az anyagi természet az oka minden anyagi oknak és következménynek, míg az élőlény a különböző szenvedések és élvezetek okozója. Ugye, mert az emberek olyan dolgokból is tudnak élvezetet meríteni, ami amúgy nem úgy néz ki, de ők akkor úgy gondolják. Jó, olvassuk tovább, 22-es. Így él az élőlény az anyagi természetben, a természet három kötőelveit élvezve, és minden az anyagi természettel való kapcsolatának köszönhető. Így módon hol jó, hol pedig rossz éri őt a különféle fajokban. Akkor ez ismerős. Így módon hol jó, hol rossz éri őt. Ugye mi is élünk itt. Így is lehetne fordítani. Így élünk az anyagi természetben, a természet három kötőjét élvezve, és mindez az anyagi természettel való kapcsolatunknak köszönhető. Így módon hol jó, hol pedig rossz ér bennünket a különféle fajokban. Hol jó, hol rossz. És ez az anyagi természettel való kapcsolatnak köszönhető. Ugye a Simad Bhagavatam 11-ének ez úgy magyarázza, hogy az élőlény, vagy a lélek olyan, mint amikor valaki néz egy színdarabot. Ugye, hogy mi a színdarab, az az anyagi természeten múlik. És hogy mi mennyire éljük bele magunkat abba a színdarabba, az meg rajtunk múlik. Tehát, hogy éppen mit vetítenek, az az anyagi természeten múlik. És amikor beleéljük magunkat abba a színdarabba, és éppen tragédia van, akkor hol rossz ér bennünket, és hogyha mondjuk jól mennek a dolgok, nem tudom, komédia van, és nagyon vicces, akkor pedig jól érezzük magunkat. De hogyha, ugye veszük ugyanezt a példát, de hogyha valaki már látta sokszor ezt a színdarabot, akkor már nem annyira fogja megérinteni. Tehát, hogy ez az anyagi természettel való kapcsolatának köszönhető. Attól függően, hogy milyen a természettel való kapcsolatunk, akkor más fogunk tapasztalni. Hogyha mindent próbálunk lefoglalni Krisna szolgálatában, akkor az anyagi természet az egyik arcát mutatja, és amikor mindent próbálunk kihasználni a saját élvezetünkre, akkor az anyagi természet egy másik arcát mutatja. Tehát, hogy ez a mi kapcsolatunk miatt van, hogy hogyan érezzük magunkat. Jó, ehhez kérdés? Nincs? Akkor 23. vers. Ebben a testben van egy másik, egy transzcendentális élvező is.
Az Úr a legfelsőbb birtokos, aki felülvigyázóként és engedélyezőként létezik, és akit felső lélekként ismernek. Felülvigyázó és engedélyező. Ugye a felülvigyázó az, mint egy óvó bácsi, ugye vigyáz a gyerekekre. Miért kell egy óvó bácsi, hogy akkor a gyerekek ne tépjék szét egymást, hogy akkor ne csináljanak olyan dolgokat, ami már nem lehetséges. Tehát, hogy itt van egy felülvigyázat, tehát, hogy az emberek nem tehetnek meg akármit. Akkor megkérdezhetné valaki, hogy akkor miért történnek rossz dolgok is a világ. Ugye vannak háborúk, vannak járványok, éhínségek. Akkor ha van egy felülvigyázás, akkor ezek miért történhetnek? Hm? Mit válaszolnátok erre? Van szabad akarat. Van szabad akarat, oké. És a szabad akaratnak milyen következményei vannak? Amiket a szabad akaratunkkal cselekszünk, azoknak vannak visszahatásai. Igen, sokszor megkérdezték már tőlem is, hogyha létezik egy jó Isten, akkor miért vannak szenvedések ebbe a világba, vagy miért vannak éhezők, ugye, hogy ott vannak Afrikában, nem tudom, gyerekek, akik éheznek, akkor miért lehetséges az, hogyha van egy felsőbb hatalom, miért engedi ezt meg? Ugye, de hogyha veszük a másik oldalt, miért van az, hogy valakinek böjtölnie kell, vagy éheznie kell? Miért lehet ez? Valaki meg többet eszik. Ugye valaki többet eszik, valaki pazarolja az élelmiszert, akkor lehet, hogy akkor meg kell tanulnia, hogy becsülje meg jobban. És akkor be lesz téve egy olyan helyzetbe, amikor nélkülöznie kell, és amikor valakinek nélkülöznie kell, akkor jobban megbecsüli azt, amit kap. Ugye Silla Sivaram Marás mondta többször, hogy azok az emberek, akik megélték a második világháborút, ők nem pazarolják az ételt, mert megtapasztalták, hogy milyen, amikor nincsen, milyen, amikor éhezni kellett, és akkor azok az emberek nem dobnak ki ételt. De akik ezt nem tapasztalták meg, akkor könnyen, ugye hát most van, most ezt már úgy nem akarom, akkor kidobom. De ugye mindennek megvan az ellentétje, hogyha valaki nem tanulja meg, hogy be kell osztani, vagy értékelni azt, amit kap, akkor meg fogja tanulni úgy, hogy akkor nélkülöznie kell. Tehát, hogy ugyanígy, hogyha valaki visszaél a szabad akaratával, és hatalmaskodik másokon, és visszaél a hatalmával, akkor meg kell élni azt, hogy rajta hatalmaskodnak. Tehát, hogy mindennek megvan az egyensúlya. És amikor mi tapasztalunk valamilyen kellemetlenséget, akkor át kell gondolnom, hogy miért lettem belerakva ebbe a helyzetbe, mit kell ebből tanulnom. És hogyha ezt egyensúlyozni tudjuk, akkor meg tudjuk kapni azokat a leckéket, amit ebből tanulnunk kell, és akkor tudunk tovább haladni. Ugye felülvigyázó, engedélyező, csak azt lehet megcsinálni, amit engedélyez a felső lélek. Ugye lehet, hogy nekünk vannak vágyaink, amit beszeretnénk teljesíteni, de hogyha a felső lélek nem engedélyezi, akkor nem feltétlenül lesz úgy. Mindenkinek volt már olyan, hogy akart valamit, és nem úgy lett. Könyvosztás közben. Ugye mindenkinek van ilyen tapasztalat, hogy valamit akartunk, aztán nem sikerült. Nem kaptunk meg az engedélyt, nem kaptuk meg a jóváhagyást. Előfordult mindenkivel. Mert a felső lelken múlik, hogy ugye, hogyha valaki elég erőfeszítést tesz, és megvan a engedélye rá, akkor az megtörténik. És hogyha valaki nem tesz elég erőfeszítés, vagy nem áll mögött annyi jámborság, vagy odadás, akkor lehet, hogy az nem teljesül meg. Igen? Azon gondolkozok mindig ilyenkor, amikor erről hallok, hogy ha valami nem sikerül, akkor igen, ott nem volt egy jó válhagyás. De mondjuk, mi van akkor, hogyha, hogy én megcsak sok kísérlőt, egy tudós, hogy akkor
te mondtad azt a példát, Edison nem tudom, 11.001-ére sikerült neki. És akkor ott előtte 10.999-szer, akkor nem kapta meg a jóváhagyást, de mégis 11.001-ére megkapta. Hogy akkor mi honnan tudjuk, hogy most az tényleg nem lett engedélyezve, vagy akkor másik kell próbálkoznom. És addig csinálni, amíg nem sikerül. Igen, valamikor lehet, hogy vannak, ugye, hogy képesíteni kell magunkat arra, hogy megkapjunk valamit. Ugye, hogy valaki kapjon egy diplomát, akkor mondhatná valaki, de hát én egy évet elvégeztem már az egyetemből. Oké. De egy év után még nem adnak diplomát, akkor kell, hogy kell több évig törekedni rá. Vagy valakinek még akkor se adnak diplomát, hogyha elég évet törekedett, mert mindig megbukott a vizsgákon. Akkor hiába, hogy ott volt 5 évet, de akkor megbukott a vizsgákon, akkor nem adják neki oda a diplomát. Tehát, hogy attól függ, hogy valaki milyen dolgot akar, ugye, hogyha egy kis dolgot akarunk, ahhoz kevesebb erőfeszítés szükséges. Hogyha valaki egy nagyon nagy dolgot akar, akkor ahhoz sokkal több erőfeszítés szükséges, attól függ, hogy mit akarunk. Tehát, hogy nyilván az erőfeszítést is ahhoz kell mérni, amilyen mértékű dolgot akarunk. Hogyha valaki akar felépíteni egy, nem tudom, egy nagy házat, akkor mondja, hogy hát belenéz a zsebébe, van 100 forintom. Hát ez azért kevés lesz. Kell kicsit többet gyűjteni hozzá. Meg kell tudni, hogy mi az ára annak, amit akarunk. Tehát igazából, amikor akarunk valamit, akkor az első dolog, hogy meg kell tudni, hogy mi annak az ára. És amikor hajlandóak vagyunk kifizetni azt az árat, akkor lehet, hogy odaadják. Ugyanúgy belemegy valaki egy üzletbe, hogy mondhatod, hogy hát én itt sok mindent akarok, és mindent belepakolsz a kocsidba, bevásárló kocsiba, és akkor tolod. De mielőtt még kitolod a boltból, ott van egy hely, ahol meg kell állni. És akkor ott összeszámolják, hogy akkor mit tettél bele a kosaratba, és akkor utána kérik az árát, hogy akkor ennyit kéne fizetni. És amikor oda kivizetjük az árát, akkor elvihetjük. De hogyha nincs nálunk annyi pénz, akkor már láttam ilyet, hogy valakivel visszaragadták, mert többet tett be a kacsiába, mint amennyi pénze volt. Veled is volt ilyen. Akkor visszarakatják, és akkor annyit lehet elvinni, amennyi pénze van az embernek. És akkor Edisonnak is, hogy 10.500 próbálkozás nem volt elég, de 11.000-re pedig elég volt. Akkor kifizette az árát, és akkor megkapta. Tehát az anyagi világ ez okokozat törvénye. Tehát, hogyha akarsz valamit, ki kell fizetni az árát. Csak kifizeted, odaadják. Nem fizeted ki, nem adják. Ennyire egyszerű. Tudod, ez nem egy jó hangulat, hogy jó, nem sikerült jó kis, nem mondta, jó, hagyjuk a felébe. Tehát, hogy mi kell tovább törekedni. Hát attól függ, hogy akarod-e, vagy nem. Tehát, hogy ugye, ugyanúgy, amikor bemész egy üzletbe, akkor kiírják, hogy mennyibe kerül. És akkor te eldöntöd, hogy azt akarod-e, vagy nem. Hogy kifizeted azt az árat, vagy nem fizeted ki. Hogyha bemész a baktaboltba, és akarsz megvenni egy süteményt, alambikomat, egy kiírja, hogy 10.000 forint, mondod, hát akkor lehet, hogy ez azért túl sok. Azért nem annyiba kerül, de érted, hogy akkor te eldöntöd, hogy az neked megéri, hogy akkor hajlandó vagy kifizetni az árát. És hogyha igen, akkor megkapod, hogyha nem, akkor meg nem. De amíg is előfordul, hogy kifizetjük az állát, és csak egy nagyon kicsi kell hozzá, hogy valaki is leteszi az aprót az asztal. Lehet, hogyha valaki besegít, van olyan, igen. Jó, akkor ez így tiszta. Igen, köszönöm szépen. Oké, olvassuk tovább, 24-es.
aki megérti ezt az anyagi természetről, az élőlényből és a természet kötő elvőjének kölcsönhatásaival szóló filozófiát, az biztosan felszabadul, és bármilyen helyzetben is van jelenleg, nem kell újra megszületni a világban. Tehát, hogyha ezt valaki a helyes perspektívából megérti, akkor felszabadul, mert akkor nem lesz lekötve. Ugye, hogyha megértjük, hogy mi örökkévaló lelkek vagyunk, ez az anyagi természet, ez egy metódus szerint működik, a kötőerők működtetik, és mi itt vagyunk az anyagi világban, és tudunk felszabadult léleként élni akkor, hogyha tudjuk, hogy ez Krisnához tartozik, hogyha ez az övé, akkor nem fognak lekötni a természet kötője. Mondta egyszer, Prahladananda Maharaj volt itt, és akkor mesélte, hogyha valaki mindent úgy lát, hogy Krisnának a tulajdona, akkor nem fogja lekötni a tudatlanság kötőereje. Hogyha mindent, amit lát, lefoglal a legfelsőbb személy szolgálatában, akkor nem fogja lekötni a szenvedély kötőereje. És minden eredményért, amit ő elér, nem saját magának követeli az érdemet, hanem átadja az érdemet is a legfelsőbb személynek, akkor nem fogja lekötni a jóság kötőereje se. És akkor tud szabad lenni. De a probléma, hogy mi szeretjük úgy látni, hogy ez az enyém, ez azért van, hogy én azt csináljak vele, amit én akarok, és hogy én élvezzem, és hogyha valamit sikerült elérnem, akkor kit illet a dicséret és az érdem, akkor engem. De akkor ezzel bekapcsoltuk a kötőerőket, hogy minden az enyém, amit én látok, akkor bekapcsoltam a tudatlanságot, hogy lefoglalom mindent az én élvezetemre, bekapcsoltam a szenvedélyt, és én vagyok az a okos, ügyes és szép, aki ezt létrehozta, akkor bekapcsoltam a jóság kötőrét, és akkor lekötöttem magam. De ugyanúgy ezeket a kötőröket ki lehet kapcsolni, hogyha kapcsolatba hozzuk Krisnával. Ez Krisnai, Krisna örömére van, és Krisnát illeti az érdem, mert ő az igazi cselekvő, és akkor valaki tud felszabadult lélekként élni. De ugye nagyon megszoktuk azt, hogy én vagyok a középpontban. És amikor én vagyok a középpontban, akkor a középpontra elég nagy feladat hárul, és ezt nem biztos, hogy könnyen tudjuk kezelni. Jó, ehhez kérdés. Akkor mondjuk ez a három alapvető dolog el, akkor ez így kapcsolja, tehát tényleg ez így okoz ezeket a kötőerőket, hogy ilyen van több aspektus, mondjuk tudatlanságnak, szenvedélynek, de hogyha mondjuk ez kijön belőle, akkor automatikusan a többi tényezőjét is kiszedítem. Hát ezek a fő elvek, minden kötőerőnek van több aspektusa is, tehát hogy de ez az alapvető elv, hogy minden Krisnáé, minden az ő élvezetére van. Van itt a ötödik fejezet végén, ugye, Boktára miagy a tapasztalám, szarvalóka maheshvaram, szuhridam, szarvabútánam, gyáfámám, sentim ricsati. Akinek tudata bennem merül el, és tudja, hogy én vagyok minden áldozat és önfegyelmezés végső haszonélvezője, minden bolygó és félisten legfelsőbb ura, valamint az összes élőny jó akarója és jó tevője, az megszabadul az anyagi szenvedésektől és eléri a békét. Jó? Tehát, hogy aki erről tudatos, akkor ő eléri a békét és felszabadul. Amíg erről nem vagyunk tudatosak, akkor olyan mértékben le vagyunk kötve. Valami más? Jó, már nem olyan sok időnk van, olvassuk fel a következő verset. Ki következik? Szintia. Én voltam a Bogi. Bogi. 25. A felső lelked egyesek meditációban
mások a tudás művelésével, megint mások az érdek nélküli tettek révén látják meg magukban. Oké, hogy lehet látni a felső lelket? Ugye itt mondja, hogy meditációban, tudás művelésével, az érdek nélküli tettek révén látják meg magukban. Tehát, hogyha valaki gyakorolja ezeket a folyamatokat megfelelően, ugye ez gyána és karma. Hogyha valaki végzi a gyána jogát, a gyána jogát, vagy a karma jogát megfelelően, akkor meg tudja látni a felső lelket. Ugye itt van egy irányítás. Oké, 26-os, Zsolti. Azután vannak olyanok is, akik másoktól hallottak a legfelsőbb személyedől, bár nem jártasak a lelki tudásban, imádni kezdik őt. Mivel hajlanak arra, hogy a hiteles forrásokra hallgassanak, ők is túljutnak a születés és halál birodalmát. Ugye, hogyha valaki nem is jártas olyan mértékben a lelki tudásban, de elfogadja a legfelsőbb szemét és imádja őt, mivel hallanak a hiteles forrásoktól, akkor ők is túl tudnak jutni. Tehát, hogyha valaki nem tudja pontosan, hogy hogyan működik az anyagi világ, de hallgat azokra, akik tudják, hogy hogyan működik, akkor ugyanazt az eredményt el tudja érni. Prabhupád mondja azt a példát, hogyha van egy villamosmérnök, aki érti, hogy hogyan működik a villamos energia, és ő mondja a segítőjének, hogy csináld ezt, és ő pontosan azt csinálja, amit ő mond, akkor megfelelő eredményt kap. Ugyanúgy mi lehet, hogy nem látjuk tökéletesen, hogy hogyan működik az anyagi világ, de hogyha hallgatunk a hiteles forrásokra, akkor mi is ki tudunk keveredni a születés és a lelkör forgásából. Csak az a fontos, hogy megfelelően kövessünk. Jó. Következő vers, 27-es. Szóval Bálgatár köszönjük, tudnak, hogy minden, ami létezik, legyen az mozgó vagy mozdulatlan, csupán a tettek mezőjének és a mező ismerőjének kombinációja. Oké, bármit látunk, embereket, állatokat, növényeket, ugye ott van a lélek, és ugye a tettek mezének a kombinációja, az anyagnak a kombinációja, ezt látunk mindenhol, hogy ahol van élet, ott van lélek, de másfajta testben vannak növények, állatok, madarak, emberek, de azért tud lenni élet, mert ott van a lélek, hogyha nincs élet, vagy nincs lélek, akkor ott nincs élet, akkor ott csak tompa anyag van. És ezt látunk mindenhol, hogy van a lélek, és van az anyagi természet. Oké, olvassuk tovább. Aki minden testben látja az egyéni lélek mellett a felső lelket, és aki megérti, hogy sem az egyéni lélek, sem pedig a felső lélek, aki halandó testben lakozik. Aki a halandó testben lakozik, nem semmisül meg soha, az valóban lát. Uh-huh. Tehát, hogy amikor valaki tud a színfalak mögé nézni, lehet, hogy valaki a színpadon meghalt, de a színész az él tovább. Ugye, tehát, hogy lehet, hogy meghalt valaki a színpadon, de a színfalak mögött él tovább. Lehet, hogy a test meghalt, de a lélek él tovább. Pont most volt a Vedanta klubban, hogy kedden, hogy ott volt a Gyulai Máté, és pont valahogy a lélekvándorlásról, meg a anyagi testről, a lélekről beszéltünk, és mondta, hogy egy pár nappal ezelőtt elhagyta a testét az apukája. És ugye ott nagyon, nagyon elevenen élt benne ez a tapasztalat, és akkor mondtam neki, hogy a lélek az örökké él, most az apukád most is él, de az a test, amin keresztül eddig tartottad vele a kapcsolatot, az most már nincs többé, és ezért ott van ez a fájdalom, hogy elveszítettünk valakit, akit nagyon szerettünk. Igazából lélekként ő nem halt meg, csak a kapcsolat most nem tud úgy lenni, mint ahogy korábban volt. Tehát, hogy aki valóban látja, hogy a lélek az nem hal meg, az valóban lát. Ott van a lélek és a felső lélek, és most az apukája akkor egy másik
fázisba lépett az életének, és el kellett hagyni azt a testet, és mondta is, hogy miért. És akkor most egy következő fázisba lép a kapcsolat. Oké, olvassuk tovább, 29. Ki a felső lelket mindenhol, minden élőlémet egyformán látja, azt elmélyen elhúzza a mélybe, és így elérkezik a transzcendentális célhoz. Ugye lehet, hogy a testek különböznek, de a testekben a lélek az ugyanaz. És amikor valaki nem tesz különbséget a testek között, és ugyanúgy ajánlja a tiszteletét a léleknek és a felső léleknek a testben, akkor túl tud lépni az anyagi természet kötőrőjén. Jó, olvassuk tovább, szintén. Aki látja, hogy minden tett, az anyagi természet létrehozta, test hajt végre, és az önvaló nem tesz semmit, az valóban lát. Ugye itt már egy pár vers óta arról van szó, hogy ki az, aki lát. Észrevettétek, hogy már legalább a harmadik vers. A japasjati, szapasjati, aki valóban lát, ezt látja. Ugye látni kell a természetet, a természet, anyagi természet cselekszik, az önvaló nem tesz semmit. Mit csinál az önvaló? Megfigyel. Megfigyel, és még? Alszik. Mi az, amit csinál az önvaló? Vágyai vannak. És a vágyai alszik, valamilyen szempontból alszik, de a vágyai vannak kifejezve az anyagi természeten keresztül, a testen keresztül. Ugye mindenkinek vannak különféle vágyai, hogy boldog szeretne lenni, hogy hogyan szeretne boldog lenni, az egyénenként változó. És amikor a felsőnek megérzi a léleknek a vágyait, akkor utasítja az anyagi energiát, ugye annak a léleknek a lehetőségei, vagy a érdemei szerint, hogy akkor cselekedjen a lélek vágyai szerint, vagy ne cselekedjen a lélek vágyai szerint. De a lélek az nem cselekszik itt az anyagi világban, csak megfigyelője, és a... Igen, és vágyakozik itt, hogy valami történjen. És aki valaki ezt látja, akkor az valóban lát. Tehát, hogy felemelem a karom, akkor nekem erre van vágyam, de ezt nem én csinálom. Hanem nekem csak volt egy vágyam, a felsőek megértett, és akkor felemelte a kezemet. De hogyha valaki beteg, van egy ízületi gyulladása, lehet, hogy fel akarja emelni a karját, de akkor nem tudja, mert akkor nem kapott rá engedélyt. Tehát, hogy mi akarunk valamit csinálni, de igazából nem mi csináljuk azt. Ugye akarok egy élő közvetítést csinálni, és itt, hogy beállítom a dolgokat, én kifejezem azt a vágyamat, hogy akarok valamit, de az élő közvetítést nem én csinálom, hanem erre van egy rendszer, hogy egy online rendszer, aki csinálja, én csak kifejezem a vágyamat, hogy akkor mit szeretnék. És hogyha ugye volt egy pár hete, még írták a hírekbe, hogy leállt a messenger szolgáltatás. Nem tudom, egy napra vagy két napra észrevettek. Ti kimaradtátok, mert... Ugye valaki akart volna üzenetet küldeni, nem működött a messenger. Egy napig talán, vagy kettőig. És akkor ugye el volt merülve az ember, hogy én küldözgetek üzenetet ennek is, annak is, amannak is. Akkor nem küldött senki senkinek, de nem működött a messenger alkalmazás. Tehát, hogy nem mi cselekszünk, mi csak kifejezzük a vágyunkat. Oké, következő, 31-es. Amikor a bölcs ember többé nem különféle élőlényeket lát különféle anyagi testeik alapján, hanem látja, hogy az élőlények mindenhová kiterjednek, akkor elérkezik a Brahman szemlélethez. Tehát, hogy az élőlények áthatnak mindent, mert az azt jelenti, hogy akkor látja a lelket.
Oké, 32-es Zsolti. Az örökké valóságot látók tudják, hogy az elpusztíthatatlan lélek transzcendentális, örökké létező, és túl van a természet kötőerén. Ó Arjuna, a lélek nem cselekszik soha, így nem is köthetik meg az ilyen tettek, ahol kapcsolatban áll az anyagi testtel. Ugye még mindig lát, aki az örökké valóságot látók tudják. A 33. vers, finom természeténél fogva a levegő nem keveredik semmivel, bár mindent áthat. Épp így a Brahman szemlélettel rendelkező lélek sem vegyül a testtel, noha abban foglal helyet. Tehát, hogy ott van, nem, a lélek nem keveredik az anyaggal. 34-es, ó Bárata fia, hogy a nap egymagában beragyogja ezt az egész univerzumot, úgy világítja be tudatával, a testben lakozó élőlény az egész testet. Tehát, hogy a lélek áthatja tudatával az egész testet. 35-ös. Aki a tudás szemével látja a különbséget a test és a test ismerője között, az megérti, hogyan szabadulhat ki az anyagi természet kötőrei közül, és eléri a legfelsőbb célt. Ugye itt is lát. Az utolsó pár versben mindig az van, aki lát, ki így látja, aki látja, hogy a lélek nem cselekszik, aki látja, hogy itt az anyagi természet és a lelki lélek keveredik itt az anyagi világban. Aki ezt látja, akkor felszabadul. Tehát, hogy ezért fontos szert tenni erre a látásmódra, ezt úgy hívják, hogy gyána csaksus. Aki lát, a tudat szemén keresztül. Amikor tudatlanságban vagyunk, azt nem látjuk. Akkor nem látunk. A tudatlanságot a sötétséghez hasonlítják. Ugye, hogyha sötét van, főleg itt Krisnavölgyben nincs utcavilágítás, valaki kimegy egy olyan éjszak, amikor nincs hold, nincs csillagok, mert felhős az ég, és nincs nála lámpa, akkor az nagyon sötét tud lenni. Amikor van egy lámpa, akkor a lámpán fényénél lehet látni. Ugyanúgy, hogyha nincs tudásunk az anyagi világba, akkor a sötétben nagyon veszélyes tud lenni, hogyha valaki sötétbe jár, ugye beesik egy gödörbe, vagy bármi történhet vele, neki megy valaminek. De amikor van a transzcendentális tudás, akkor ennek a tudás fényénél, ennek a tudásnak a fényénél tud látni, és ki tud szabadulni a fogságból. Ugyanúgy, amikor valaki lát, akkor tudja, hogy merre kell menni, akkor tud újra szabad lenni. És ez a, ennek a fejezetnek a célja, hogy adja nekünk ezt a transzcendentális tudást. Az utolsó pár vers az nagyon tömörített formában volt, mert ugye menni kell ebédelni. Jó. Van esetleg valami végső kérdés ehhez? Nincs. Akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Gantarát Simad Bhagavad Gita ki, Jai, Srila Prabhupád ki, Jai, Jnani Tai Góra Prémanandé, Góra Bhaktivrinda ki.